Shalom, אנחנו לומדים מהספר כתבי בעל הסולם. Jó reggelt mindenkinek! A Kabbala Tanuló című könyvben olvasunk, mondják a héber verzióban. Az oldalszámot bevezetés a szulám kommentárokba, ez a cikknek a címe. Ugye hetek óta ezt olvasjuk, kérdéseket föltenek a Kabbala TV-n keresztül, és a megfelelő kérdéseket kisugározzuk a lecke során. Tehát bevezetés a szulám, azaz a létre a kommentárokba. És a 27-es pontot fogjuk olvasni. Van a bölcsesség, és van a bölcsesség, van a tóra, amikor mi az a, ugye, amikor tanulunk az agyunkkal, és amikor pedig azzal a szándékkal, hogy az agyunkat tornáztassuk, nyilvánvalóan ilyen módon az agy próbál mindent fölkapkodni, és látjuk az eredményt. Azonban tudjuk, hogy a bölcsesség alapján nekünk új kapcsolatokat kell az agyunkban megszerezni, és ilyen módon látunk a bölcsesség birtokosává, de van aztán olyan tanulmányozás, amikor a Tórát tanulmányozunk, amely nem csak a bölcsesség tanulmányozása, amikor nem csak arra sóvárgunk, hogy a pillanatnyilag mit tudunk felfogni az anyagból, hanem a következő szintén akarunk felérni a valóságérzékelésnek, azaz, amikor meg akarjuk változtatni magunkat, ezért tanulunk. Tehát nem a pillanatnyi mentális tanulási igényünket akarjuk kitölteni, hanem a köztünk lévő kapcsolatot akarjuk megváltoztatni azért, hogy magasabb szintet érzékelsünk a valóságból, és ha ez megtörténik a tanulás által, akkor elkezdhetjük felfogni egy sokkal szélesebb módon azt, ami történik, tehát teljesen új képet kapunk a világról. Egy új világ jelenik meg, még hogyha mi csak egy kis részét is tanuljuk, különböző nagyon finom érzéki különbözetekről, és bár minden 10 új szférában bukkan fel a számunkra, az általános struktúrának a megismeréséhez ez nem elegendő, de azonban meg kell érteni a különbséget, hogy a szándékokban a különbség, hogy mit akarunk elérni a tanulás által. Mi vagy tudni akarunk a tanulás által, vagy pedig változni akarunk a tanulás által. Tehát vagy abban akarunk élni, amit megtanulunk, vagy pedig tudjuk, hogy amilyen mértékben képesek vagyunk önmagunkon túllépni a tanulás által, azaz minden egyes alkalommal upgrade-eltem magam, egy magasabb szintre emelhetem a valóságérzékelésemet. Ezt nevezzük a Tóra tanulásának. És akkor azok, akik tanulnak, azokat a Tóra bölcseinek, vagy a Tóra bölcsessége birtokosának nevezzük, és ezért bár sokat tanulunk ezeken a cikkeken keresztül, újra és újra nekifutunk, mert ezek a cikkek elmagyarázzák a számunkra a szándékoknak az erejét. Tehát, és mindig meg kell vizsgálnunk legalább egy kis mértékben, hogy a szándékunk helyes, mert ha nem helyes a szándék, nem tudunk tulajdonképpen semmit. Tehát a szándékot elég lenne fejleszteni. Nyilvánvalóan azt a tanulás az nem időkérdése, mert ha a szándék nyitva van, akkor új tér nyílik, új területe nyúlik, új szint nyílik fel előttünk, amiben képesek vagyunk a szándékot helyesen kiépíteni, akkor megszerezzük a reformáló fényt a tanulás alatt, és akkor az agy és az értelem az újraíródik, egy új formát kap. Tehát mondjuk ezt megelőzően egy tehén volt az agyunk az emberi szinten belül, most pedig Ádámnak az első szintje jelent meg. Az érzéseinek megfelelően, az értelmének megfelelően, ez a minimális különbség, nyilvánvalóan ennél sokkal többről van szó, de ez a minimum, amit éreznünk kell, és erre kell sóvárognunk. Tehát én nem, itt ülök, nem úgy ülök itt, mint egy szamár a könyv felett, és a szamár agyamat akarom kitölteni, hanem én
azt akarom, hogy a könyv, amit olvasunk, befolyásoljon engem, és változtasson Ádámmá. Tehát hirtelen már nem a szamár ül a széken, hanem egy ember. Ugye nyilvánvalóan itt az embert Ádám szóval jelöli. Rav. Tehát nyilvánvalóan itt a tanulás végső célja ragadható meg. Tehát én mondjuk a 27-es pontot tanulom a Szulám kommentárokhoz való bevezetében. Ezt pedig úgy is tekinthetem, hogy egy Zaddei Jeszutot fogom korrigálni. Senki nem ért ebből semmit, hogy miről beszélünk, de ez lényegtelen. Tehát még a kérdések is, amelyeket az emberek kérdeznek, a Zátról és a Jeszutról, a bal vonalról, a jobb vonalról, Gár és Zát, ezek mindenféle módon jelennek meg az emberben, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es vaskossági színek megfelelően, de ezek lényegtelenek. Ezek egyszerűen fel fognak tárolni bennetek annak eredményeképpen, hogy a fény befolyásol benneteket, és mikor fog feltárulni, nyilván akkor, hogyha erősebb szándékot helyeztek el dologra. Tehát valóban egy erős központi szándékot kell megragadni. Még több erőfeszítés kell a szándékokhoz. És akkor mondva van a feltárulásról, hogy a Tórának a bölcsessége az ezen a módon szerezhető csak meg. Tehát nem a kérdésekkel, amelyeket a bölcsességről kérdeztek. Tehát én azért szeretnék válaszolni erre, mert nekünk a kapcsolatra van szükségük. Különben, ha nincs kapcsolat, mondja Rab, akkor csak egyszerűen sóvárgás van egy magasabb szintre emelkedésre, de nem fogjátok érezni a változásokat, és elmentek. Ezért én nekünk benneteket arra irányozlak, hogy én megetetlek benneteket a kérdéseken keresztül, mint a kiskutyákat, mondja Rab. Ebből kaptok valamifajta örömet, azonban látni kell, hogy ez a cél ellenében van. Ezért szoktam mondani, én is, és válaszolám is, sokat beszélt a jeruzsálemi kabalistákról, ők, akik csak tanultak, annélkül, hogy értették volna, hogy mi történik. Olvastak azért, hogy az agyuk megjegyezze és értse, ami történik. Ezek az emberek azok, akik hatalmas erejű elmével tanulnak, és ők a bölcselkedést tanulták mindebből. Azonban látni kell, hogy ebben nulla előnye van az ilyenfajta tanulásnak, hogyha az ember nem sóvárog arra, hogy egy magasabb szintre jusson, és a teljes Tóra és az egész bölcsesség csak erre irányulhat. És ez csak a szíven keresztül érhető el. Tehát készítsük föl magunkat arra, hogy ezen a módon tanuljunk. 27-es pont. A korrekció vonala a Zádban és a Jeszútban. 27-es pont. Először az első korrekció az alsó hét szférán az szükséges, hogy a malkut ítéletek felőli erejét megtörjük, és egyszerűen kiterjedjen a hukmának a ragyogása a Binad Ádám Kadmonból, amely a malkutot felemeli a Binához, nem lesüllyezte a Binától a saját helyére, és ezzel egy időben a három edény a Bina és a Tifelet malkut visszatérjen a saját helyére, és balvonallá váljon, és a Keter és a Hokma pedig megmaradjon, és a saját helyén is jobban elláváljon. És mivel a szintek teljesé válnak mind az öt edényben, a Káptumban, mind az öt fény a Narenhájnak visszatér, és a Hokma is visszatér a saját szintjére, a Hokma fénye. És akkor a középső vonal egyesíti a két vonalat egybe, egyiket a másikkal kiegészítve, a korrekció minden szintjén. Ezt még egyszer olvassuk, 27-es pont, tehát a korrekció, a vonal korrekciója az Zádban és a Jeszútban. Tehát még egyszer mondja Rav. Tehát reméljük, hogy belépünk, tehát úgy tanuljátok, hogy
úgy próbáljátok meg a megértésebe belépni, hogyha nem sérültek egy szót sem, mégis úgy próbáljátok meg ezt látni, hogy mindaz, ami szó van, az a köztetek lévő kapcsolat. Tehát, hogyan tudunk mi egy ilyen belső összeolvadásban lenni, amiről itt ír, ez nagyon fontos. Tehát a vonalak korrekciója az átban és a jelszótban, 27-es pont. Ezért az első korrekciója az alsó hét szférának, az szükséges, hogy a Malkut ítéletei el legyenek távolítva, és hogy összetudjon olvadni a szférák ezzel a hét szférával, azaz kiterjedjen a Hokma Binat Ádám Kadmon ragyogása, amely a Malkutot visszaemeli majd, visszaviszi a Binától a saját helyére, és ezzel egy időben a három edény, a Bína és a Tiferet Malkut visszatérjen a saját szférájához, bal vonallá váljon, a Keter és a Hokma edényei pedig fennmaradjanak a saját helyükön, ahol felemelkedtek, és jobb vonallá váljanak. És mivel mindegyes szint öt edényben teljes, Kahaptum, mind az öt fény a Naranhájban megjelenik az öt edényben, és a Hokmának a fénye visszatér minden szinten, és akkor a középső vonal egyesíti a két vonalat egybe, egyiket a másikkal kiegészítve, és a szintet teljesé téve annak minden korrekcióján. Kérdés, mondja rám. Itt azt mondja, hogy a fény... Mi az a Hokma Bina de Ádám Kadmon? Az micsoda? Itt, amiről ír. Az a Hokma és a Haszadim együtt. A hosszalmaknak és a Haszadimnak a fénye, az a kapnakarásba belép, még ragyog a kapnakarás felett, és megadja a kapnakarásnak ugyanazt a minőséget, mint ami a saját minősége. Milyen fajta minőség ez? Ugye a Hokmának a fénye, amely a megszerzési edénye tök ellentétes, és a Haszadim fénye, amely ráöltözik a Hokmára, ezért a Hokma. És a Hokma az együttesen a megszerző edényt korrigálni tudja, hogy ez mint adakozásra használja a megszerzését. Mivel ez az abszak fénye, a Hokma az ab, a szágasz pedig ugye a haszadim, az adakozás az adakozás érdekében, és akkor a kettő együtt összeolvad, a megszerzési vágyat korrigálja, és akkor ezek megadják az erőt az adakozáshoz, a megszerző edénynek. Képzeljétek el, hogy van egy képesség, mondja rá, amely valóban egy ilyen erő megszerzését teszi lehetővé, és ez megváltoztat engem adakozásra, az adakozás érdekében. Az összes vágyamat, gondolatomat, ami megszerzése irányult, az hirtelen egy erőt ad neki, és az adakozás felé fordítja, és ez mind akkor történik, hogy én ezt akarom. A kérdés, hogy hogy akarhatom. Tehát hogyan tudom én megvizsgálni, hogy akarom-e ezt valóban? Tehát ki kell építeni egy rendszert, amelyen keresztül valóban egy példát adok, hogy akarom. Ki kell mutatnom, hogy valóban adakozni akarok a megszerzés adakozás érdekében szintjének elérésért, és ezáltal kiépítem a kapcsolat rendszerét a barátok között. Nem kapok mást ebből, csak ezt, de ez nagyon fontos. Így működik ez. Lebovics, mit akarsz? Hát ez egy ellenmondás van, amit meg kell vizsgálnunk, annak érdekében, hogy meg tudjuk vizsgálni mindezt. Az adakozás formáján túlmenően arra van szükségem, hogy én valóban akarjam, tehát még egyszer a barátoknak kell kérni, de hogyan tudom megvizsgálni, hogy valóban kész vagyok belépni a korrekció rendszerébe, a barátok irányába, valóban. Egy példát kell adnod, fel kell mutatnod, hogy te úgy viszonyulsz hozzájuk, hogy minden edényedből adakoznak az
a megszerzésen túl, tehát az adakozó és a megszerzésedényben is. Tehát egy, csak az az attitűd, az irányultságot feléjük, hogy te valóban megszerzed a felső erőt, amely mindent elrendez, de csak azért, hogy adakozz a barátok irányába. Tehát te a fizikai szinten cselekedet hajtasz végre, és akkor megkapsz egy erőt, amely téged a spirituális szintre fog fölemelni. És akkor elkezded látni a rendszert, a barátokat, és mindent úgy, hogy egy új állapotról látod. Tehát elkezded látni a kapcsolatot, hogy ez már spirituális. Oké, na de a kombináció, hogy én valóban adakozni akarok, hogyan akarhat valaki adakozni? Ha én adakozni akarok, akkor minden tökéletes, de hogy tudok én akarni valamit, ami annyira ideges? De az adakozás az egy tökéletes állapot, mondja, vagy egy korrigált állapot. Azonban egy törött állapotból indulsz, tehát te neked a barátokkal kell kezdened dolgozni, az arvutban és az arvuton, ahol mindenki valóban egy példát kap arra a többiektől, hogy valóban mintha adakozásban lennétek, így kezdtek el a munkát, és akkor egy új erő nyilvánul meg bennetek, ahol az irigységből és egy csomó más dologból tovább léptek majd az adakozás irányába. Tehát ilyen módon kell látnotok, hogy valóban látodok egy hirtelen az egótok. Tehát Haim Ratz, aki melletted ő, látod, hogy ő milyen módon jobban érti az anyagot, mint te, ő mindenkihez kapcsolódik, mennyivel előpad, mint te, és téged ez szenvedéssel tölt el, hogy ő jobb, mint te. Akkor vagy állandóan ellentmondasz neki, okoskodsz vele, vagy, mert nyilvánvalóan, ha túlságosan, vagy pedig kötelez engem arra ez a különbség, hogy én tovább fölemelkedjek mindenek fölé, és akkor olyanná akarok válni, mint ő. Ez a másik választásom, vagy elhagyom a csoportot, mert nem bírom elviselni a különbséget. Tehát akkor én mondjuk adakozásba menekülök bele, ugyanúgy, mint amiben ő van. Oké? Azt mondja itt, hogy a Malkut visszereztek a Binát a saját helyére, és abban a pillanatban feltel a bal vonal, ez amit itt ír. És? De hogy kerülök túl ezen, hogy a balvonal itt jelenik meg? Tehát a korrekció hozza elő a balvonalt. A balvonal feltárlása, mondja, ez felülről jelenik meg. Egy erővel, ami erő által, ami felülről van megadva. De a gyógyszer is megjelenik. Tehát a gyógyszer előbb megjön, mint a csapás, mondja. Tehát rögtön feltárul a számodra a korrektív edény is, mert az abszak fénye megjelenik, ami nem a bajba sodor téged, hanem megadja a képességet. Tehát ez nem a csapás maga, hanem hogy képes legyél a kapni akarást, az akadásra használni. Nem mondja meg, hogy olyan tett, hogyan használd. Itt azt mondja, hogy ennek megfelelő az első korrekció megjelenik, és az alsó étszfíra valóban, amely az ítéleteket érvényesíti a Malkut fölött, az elmozdítja ezeket, és a Malkut visszasüllyed a saját helyére. Tehát nézd meg, egyszerűen kiterjed egy ragyogás a Hokma Bína Dádám Kadmonból, amely a Malkutot lesüllyezti a Bínából, visszatéríti a saját helyére, azaz, magyarabb, az összes ítélet, ami a Malkuton van, az összes ítélet, nyilvánvalóan visszatérti a saját helyére, és a Bínának az alsó edényei, azok valóban a bal vonalá válnak, tehát ezeket képesek vagyunk használni, vagy nem használni. Nyilvánvalóan itt készen állok arra, hogy minden edényt az adakozásra használjak. Tehát ilyen módon fel leszek fegyverezve ezekkel az edényekkel, mondjanak, a bal vonalnak és a jobb oldalnak az edényeivel.
és akkor ezek bal vonalá válnak ezeket énekeseket, de sok már része a malhutnak, azok pedig jobb vonallá. Mi a különbség? Hogy jelik meg a bal és a jobb? Azért, mert a malhutnak az ítéletei azok a binától leereszkednek lefele, és ilyen módon a malhut részt vesz ezekben a szfiráknak a munkájában, tehát a, nyilvánvalóan a, ilyen módon vissza tudom téríteni a teljes szfirát, majd egy vonalba rendezem, akkor ezek a közös vonal. Értek, vagy nem? Vagy csak részben? Nem sokat értek vele. Na jó, akkor lerajzolom. Mit tegyek, mondtam. 10 fira, Keter, Hokma, Bína, Hesed, Gvúra, Tiferet, Necahod, Jeszod és Malhut. Ez a 10 fira. A Malhut fölemelkedett a Bínához, ugye? Tehát az utolsó, a harmadikhoz. És a Tiferet, ami felosztja a Malhut gúfját és a Bínának a gúfját, de ez most lényegtelen. Tehát ez a kettéosztása a Bínának, ez a Gálgazanáim. Tehát jön az Abszag fénye, ugye, amely nem más, mint egy Hokma Bína fény. Tehát az Abszag párcufokból. És ez a Malhutot lesüllyeszti a saját helyére. Ez azt jelenti, hogy az ítéletek, a megszorítások, hogy is mondjam, magyarul? Tehát itt a tiltás ereszkedik lejjebb, ugye, hogy mit, melyik szfirája Malhutnak meg fényt tudnak kapni. Tehát a kapni akarás, amely ezekkel az állapotokkal összekeveredik, az ott van ám még. Ezt hívjuk balvonalnak, ami ott van, még a megszorított edényekből. Ezeket hívjuk balvonalnak, ugye ez a... És az közöttük lévő teljes kapcsolatrendszert hívjuk középső vonalnak, amikor a teljes 10 szféra összeolvad, és a felső 2,5 szférát nevezzük jobb vonalnak. Tehát ne féljetek az egyszerűségtől, hogy úgyse fogom megérteni. A legfontosabb dolog, hogy ez bennem, hogy történik, meg ezt kell végig gondolni. Különben nem tudjátok használni, ha nem értitek, hogy rátok hogyan vonatkozik. Tehát még ha az elveket meg is éritek, hol vannak az elvek? A köztünk lév, egyelőre nem a technológiában, nem a, nem a családi oktatásban. Hol nyilvánnak meg ezek az elvek? Egyelőször a köztünk lévő kapcsolatban. Ezért... Tehát, hogy milyen az agyunkba, hogy lép be az agyunkba. Ugye, amikor tanulunk például a kémiát vagy fizikát, nyilvánvalóan megtanuljuk a képeteket, az kész. De mire jutok ezáltal? Tehát megtanulom, és a 90%-et elfelejtem, ugye? Ezért mondja, nekünk ezeket az edényeket úgy kell használnunk, hogy a napi munkában kell használnunk, és ez lesz az én életem, ebben kell élnem, ezekben az edényekben. Oké, mondja. Tehát mit mond itt? Tehát a Keter Hokma az a bal vonalá válik, bocsánat, jobb vonalá válik, miután tehát a kaptum teljes edénye megkapja az összes fényt, és akkor a középső vonal egyesíti a két vonalat, és ilyen módon mindegyik kiegészíti a másokat, és teljes kor egyszerűszi. Mit akarsz kérdezni? Én ezt a képet a barátokhoz szeretném kapcsolni, mert az utolsó 12 óra, ami történik, az pontosan ez a paragrafus. Ez így van. Tehát először nekünk
A Mahutot kiemeljük az ítéletekből. Megérkezünk ide a fontosság hiányával, fáradtak vagyunk. Ugye szinte időt vesztegetünk itt. Aztán jön az upside-nak a fénye, amely ránk kereszkedik, amely a Mahutot leengedi a saját helyére. Aztán felébreszed bennünket a moszkvai csoport, a középső vonal ezzel megjelent. És ez a cselekedet, hogy eljöttünk, ez kiemelt bennünket a cél fontosságának a felemelésére, és a kettes a hokma jobban elevált, és mi magunk, akik a bal vonal vagyunk, összeolvadtunk ezzel a fontossággal, és, a, és ez a 27-es paragrafus az valóban mi vagyunk. Helyes mondja, Rav. Nagyon inspirált voltam, ami, amit azzal a verssel, amit kiválasztottatok, ugye ez nagyon jól volt kiválasztva. Ezt Janik csinálja egyedül, egyébként egy fantasztikus munka. 28-as pont. A második korrekció pedig a párszának a megerősítése, amely a lezárási ereje a Malkutnak, a, ahogy ez felemelkedik a bínához, ez soha nem lesz eltörölve. Még hogyha a Malkut le is ereszkedik a bínától a saját helyére, a lezáró erő az megmarad a bína helyén. És akkor a bína és a Tiferet Malkut, amely egy szinten volt egyesülve, majd felemelkedik a parca fölé, és egyesülnek egyetlen szinten. Mégis, amikor ők a parca alatt vannak, nem tudnak egy szinten összeolvadni, még akkor sem, hogyha a Malkut már leereszkedett erről a szintről, mivel a lezáró erő megmarad a leereszkedése után is, ahogy az volt, azt megelőzően. Bocsánat, magyarabb. Ezt már elmagyaráztam, hogy ez hogy működik. De még egyszer olvasd el. 28. A második tikum, vagyis a második korrekció, a párszám megerősítése, amely a lezárójára a Malkutnak, amely felemeket a binához, és ez soha nem lesz eltörölve. Még hogyha a Malkut le is ereszkedett a binától, az ő lezáró ereje megmarad a bína helyén, és akkor a bína és a Tiferet Malkut, amely egyetlen szintben, ושם מתחברים אל המדרגה. אבל בהיותם נמצאים למטה, תחת הפרסה, אין הם יכולים להתחבר אל המדרגה. אף על פי שכבר ירדה משם המלכות, מפני שכוח הסיום שלה נשאר... תחת הלזר אשר מגמורת הזו, אז כדי שהוא תעניש. אולי נמשיך. כפתת. Na folytassuk, mondja a 20-as pont. És amikor a bína és a Tiferet és a Malkut fölemelkedik a parca fölé, és egyesül egy szintben, ők nem válnak egy szinté, hanem két edény maradnak, Keter és Hokma. És ez azért van, mert megmarad a Keter és Hokma között a különbség, amely soha nem lesz eltörve, soha nem lépnek ki ebből a szintből, és ez a két egyén megmarad a saját szintjén, és csak a katnut állapotában lesznek hibásak, tehát a Malkutnak a befolyása az megmarad, nyilvánvalóan ők a kapnakaráshoz kötődnek, hiába nagyon magas szintű edények. Majd később beszélünk erről. Tehát ez abban nyilvánul meg, mondja Rav, hogy a teremtőnek bizonyos minőségeket kell átadni a teremtménynek, és abban a teremtőnek pedig érezniket. És ilyen módon alakul ki a két vonal, a bal és a jobb, ahol a Keter és a hokmája az a szintnek, az jobb vonalá válik. És a bína és a tum pedig bal vonallá.
Azért mondja Rav, mert a kapnakarásnak a kombinációja még akkor is, hogyha lenullázódik a fény fele, akkor is a színnek az ereje ott van. Ezért a bal vonal, a jobb vonal, mondja Rav, az ez két az izraeli sugárzás. Tehát a Zaddebina megnyilvánulása mindez, folytassak? Tehát 30-as pont. Ez a különbség a jobb és a bal között nem a helyre vonatkozik, mivel a spiritualitás felül van a téren és az időm. Ez a megkülönböztetés sokkal inkább arra vonatkozik, hogy ezek nem akarnak összeolvadni egymással. Így van. Nem akarnak kapcsolódni, itt egy ellenmondás van a kettő között. Formaegyezési hiányban vannak. Ezért nem akarnak összekapcsolódni, de a spiritualitásban így működik. Tehát ők nem azt, hogy nem akarnak, nem tudnak. Tehát különböző frekvenciájú rezgések, ezek nincsenek kapcsolatok. Nem értik egymást, nincsen formaegyezési pontjuk, ami kapcsolatot jelenthetne. És ez helyes, ha azt mondjuk, hogy az egyik Or Hasadim, ami a jobb vonal, és a bal vonal pedig az Or Hokma. Azért, mivel a bal és a jobb, az mind a Malchutban nyilvánul meg. Tehát, hogyha az ítéltek lejjebb is eredkeztek, a Malchut azon minden szférával össze van olvadva, ezért lehet bennük Hokma. És a dolog lényeg, hogy a kettős a Hokmának a szintjei, amelyek a Katnut szinten is megmaradnak, az Or Hasadimmal összeolvadva, ezek az Or Hasadim képesek fogad az Or Hasadimot a Gadlutban is, és mert a Malkut leereszkedett a Bínától. És ez azért van így, mert ez a fény, ez semmilyen módon nem sérült, tehát, és ezek az, akkor nem akarnak Or Hokmát megragadni a saját gár részükben, annak ellen, hogy visszatértek a saját szintjükről, az a Bínától, a Tiferet Malkut szintjére. Tehát kicsi a vaskosság, mondja, ezek tiszta edények. Akkor a kérdés az, hogy ezek miért emelkedett, vagy süllyedt le ebből az edényből a Malkut, ebből nem tudunk felfogni semmit. Hiszen ezek az edények nem értik pontosan, hogy a tisztaságból, amely a Keter Hokma, ugye, hogy lehet megszerzésé válni, sehogy, mert ők nem lesznek megszerzők, majd pedig ebből kifelé a Keter és a Hokma úgy tekintető, mint jobb vonal, az az Or Hasadim. Azaz, mondja, ez az ő természetük. Azaz, ők ugyan kapni akarást képviselnek, de olyan kicsi nyavjúton, annyira gyenge kapni akarást képviselnek a Keter és a Hokma edények, hogy ezek bár komoly vágyak, de a megszerzési mélységük kicsi, és ezek ilyen szinten vannak, hogy képesek inspirációt szerezni, tehát ugyanúgy, mintha egy atomnak és egy hatalmas objektumnak a különbségről beszélnek, az egyik nem érti meg a másikat. Tehát a növény nem ért semmit az állatról, az állat nem ért semmit az emberből, stb. Tehát ez azt jelenti, mondja, hogy az anyag felelősségnek a különböző szintjei nem értetik meg egymást, csak a Hasadim fénye köti össze őket. Tehát ezek megszerzési vágyak. Amelyeknek valóban kicsiny vaskossággal léteznek. Majd még beszélünk erről, ez nem egyszerű, de majd megérthetővé válik. És akkor ez a Bína és a Tum, tehát a Tiferet Malkut, akkor visszatér a saját szintjére, fogadják a Hokmát a saját gár részükben, de ezek nem akarnak összekapcsolódni a Keter és a Hokmával, mivel ők az Or Hasadimot tartják fent,
a Katnot idejében, és a Binne és a Tiferet Malkut, ez viszont sokkal inkább a Hokmára van, irányulnak, ezért ezek balvonalnak tekintetők, mivel ők az Orhokmát akarják megtartani. Tehát, magyarok, itt van egy különbség, egy világos különbség azokban, hogy mi van a Gálgazdanáim edényeiben, amelyekben, mikor belépett az Orhaszadim, és marad az irányultságuk az Orhaszadimra is, és a Bínának és a Tumnak az edényei, a Tiferet Malkut edények, amelyek a vaskosabb edények, mikor visszaesereszkednek a saját szintjükre, a Malkuttal való integrációjuk meg is marad, és ezért ezek az edények a homafényre is vágynak, és ilyen módon nem is tudnak a Haszadim edényekkel összekapcsolódni, ellenmondanak egymásnak, még a később majd össze is kapcsolódnak, és egyetlen vonalban egy cél felé fognak adakozni, és középső vonalá válnak. Ugye, amikor ezek az egyek egymás alá rendeződnek. És az a különbség a jobb és a bal vonal között úgy is tekinthető, mint a teljes jobb és bal felosztása. A jobb vonal az a haszadémot tartja meg, és el akarja törölni az orhokmát a bal vonalban, és egyedül az Orhaszadimot akarja fenntartani, és éppen ellenkezők a balvonal pedig, amely az Orhokmát akarja fenntartani, el akarja törölni az Orhaszadimot a balvonal, a jobb vonalban, és kizárólag az Orhokmára vágyik, mivel ez guf rossz nélkül, és az Orhaszadim a balvonalban, az megfelel az Orhokmának, úgy, mint a guf test nélkül. Tehát ha nincs edény, annak azért, hogy a hok maradjon benne, és az orhokma a bal vonalban pedig teljes sötétség, mivel a orhokma nem tud haszadim nélkül ragyogni, magyarabb. Tehát nyilván a haszadim ad valami fajta életed, miért? Azért, mert valamilyen módon, egy minimális módon képes ilyen fényeket adni. Azonban a megszerző edények, ami a malkut, ott meg nincsen haszadim, ha nincs benne haszadim, akkor teljes sötétség van. Tehát a helyzet sokkal rosszabb. Mi az orhokma? Nem tud ragyogni a haszadim nélkül. Olvassák tovább. És ez az első megszólításból következik, a cincum alevből. 32-es pont. És nincs korrekció a két probléma között, csak is a középső vonalom, amely megadja az erőt, hogy az alsó szint mant emeljem, mégpedig a közös vonal formájában. A felső fényzibugja, azaz alsó szinten lévő szűrőn jön létre, amelyet Maszak de Hiriknek nevezzük, és a haszadim szintje felemelkedik ezen, és ezt nevezzük középső vonalnak. Egyfelől a malkut lecsökkent, ez a szűrő lecsökkenti a gárnak, a bal vonal gárját, másfelől pedig növeli a haszadim fényét, és ez a két dolog által a bal vonalat, ez kötelezi arra, hogy egyesüljön a jobb vonallal. Így a vakda hokmának a fénye a bal vonalon ráöltözik a haszadimra a jobb vonalon, és ilyen módon a hokma ragyogni tud. És ezt teljesé teszi a bal vonalat is, mert az orr haszadim a jobb vonalról egyesül az orr hokmával a bal vonalom, így kötelezi a gárnak a fényét, ezzel a birtokolja a gárnak a fényét, amely teljesé teszi a jobb vonalat. És ilyen módon láthatjuk, hogy a jobb vonal hogyan egyesül két vonalban, jobban és balban, és ezáltal elmagyarázzuk az általános fogalmát a három vonal korrekciójának, amely a hét alsó szférán érvényesül. Rav. Mi az, ami itt nagyon fontos és érdekes? A parcuf, amiről beszélünk, az egy olyan állapotban marad, amely egy ilyen belső disputát, harcot folytat. Tehát a bal vonal az ugye a zát, a jobb vonal a gár, és ezek így is maradnak, egy ilyen elválasztottság marad köztük, csak amikor az alsó mantemel, és ezáltal mannálta kötelezi a felsőt, hogy hozzákapcsolódjon, és akkor az a két vonal,
tehát a kicsiny bal és jobb, kiépít egy közös vonalat, mert különben ezek állandóan ellenmondanak egymásnak. Tehát mint az apa és az anya, az abaveima, az kizárólag akkor kapcsolódik össze, ha az alsó kéri ezt, ha meg akar születni, akkor zivugra lépnek, és születést adnak valaminek. Ez az, ahogy ez történik. Ez a dolog pedig kizárólag a természet rendszerén belül létezik, jobb és bal. Nagyon sok dolog történik itt így, és minden egyes szinten, az ásványi növény és állati szinten fejlődnek ezek a dolgok. Tehát én most nem akarok beszélni az értelemről, meg a szívről. Ezek a törvények alapján láthatjuk, hogy valóban mi hogyan létezik. A tudósok használják ezt a dolgot úgy, hogy hogy nagyon keveset tudunk erről a szabályról, a törvényről, hogy valóban ez az ásványi növény és állati szinten valóban a mi világunkban így árad ki minden, és természetesen ez a spiritás világban is így van. Tehát olvassuk el a 32-es pontot. Tehát nincs korrekció ebbe, tehát ennek a ellenmondásnak nincs korrekciója, kivéve a középső vonal által történik az ezek, mit jelent ez, hogy az alsóban megjelenik a man, mégpedig a középső vonal formájában, akkor mit okoz a mannal az az alsó, a középső vonalat, és ilyen módon megjelenik egy zivug, amely az alsónak a szűrőjén történik. Ez egy hiány, mondja Rab, amely engem eljutott oda, hogy hiányt emeljek, mant, és az a hiány engedem oda, hogy egy zivug jön létre bennem, és ez segít engem a kapcsolat kiépítésével, a bal és a jobban, mert különben ezek mindig ellenvonnak majd egymásnak. Ez az ellentétesség, ami itt egy külső eszközként marad meg, egy külső eszköz, amely a plusz és a mínuszt összekapcsolja, a balt és a jobbat, a haszadémot és a okmát, és középső vonal alá generálja. Ezt Maszak de Hirignek fogjuk nevezni, a középső vonal szűrőjének, és akkor a haszadémnak a szintje felemelkedik ebben, és ezt középső vonalnak nevezzük. Egyfelől ez a szűrő lecsökkenti a gárt a bal vonalon, másfelől növeli a haszadimot a bal vonalom, azaz valójában mit is csinál? A man, amely alul felvekedik, megmondja, minek kell történni, ez egy diktátum, tehát a felső az el van választva, és ellenmondás van az alsóval. Azonban az alsó oda akar kapcsolódni a bal és a vonal erejével, és pont erre van szükségünk, mert akkor a felső, miután magától öltözően adakozó, és adakozási vágya van, boldog azért, mert az alsó kezdeményezze a kapcsolatot, és ez egy új szint születik, amely valóban teljes egészében az alsónak az imájára, a mányára épül. Tehát ami a felső is egy ilyenfajta állapotban van, hogyha mant emelünk, akkor kötelezzük a felsőt, hogy zivugra lépjen a bal és a jobb vonal, és akkor ennek eredményét megláthatjuk együtt. Ezáltal a két dolog által kötelezzük a bal vonalat, hogy egyesüljön a jobb vonallal. Így a vaknak a fénye, amely a hokma a bal vonalom, ráöltözik a haszadimra, amely a jobb vonalnak a fénye, és ilyen módon a hokma ragyogni tud. És ez teljessé teszi a bal vonalat, és az Or Hasadim a jobb vonalon egyesül a hokmával, ami a bal vonal, és az ilyen módon megszerzett gár fénye, amely teljes egészében jobb vonal belép a bal vonalba, és ilyen módon láthatjuk, ahogy a középső vonal egyesíti a két vonalat, a balt és a jobbat, és ez elmagyarázza a tikunnak az általános szervezettségét a három vonalon, amely az alsó hét szférában kerül megszervezésre. Ez a belső ellenmondásnak a megnyilása, ahol valóban mindenféle ellenmondás van, amire a bölcsénk sokat írtak a Malkutban, de ez mind arról szól, hogy olyan kell előkészíteni az edényeket az alsó szinten, hogy man tudjon emelni az alsó szint,
Tehát itt egy csomó bölcs a különböző eszközökön vitatkozott, hogy melyik eszköz mire való. De látni kell, hogy a harmadik vonal, a közös vonal tulajdonképpen rendet teremt a két vonal között, egyensúlyt. És akkor az acció, és az azért van, mert az acció alatt ezekre az elvekre épül minden edény. Vagy ilyet az itt egy általános dolgot ír le, de ez látos dolog nagyon fontos. És akkor elmagyaráztuk a három vonalat egy általános módon. És ezáltal elkezdtük felfogni ezek a dolgokat, azaz semmi másra nincs szükségünk, mint a man emelésére, minden fel van erre készítve. Csak a manra vár a világ, és erre van szükségünk, hogy man tudjunk emelni. És a man, ugye ez a man, amit a sivatagban találunk meg, ugye amikor a manna hullik. Vagyis megkapjuk ugye az imának az elején. Na kérdezz, de ne filozofágas. El tudom magyarázni, hogy a parcúf, tehát a keter és a hokma fölemelkedik a többi edény fölé. Tehát mi a célja annak, hogy ez így van? Itt nagyon sok részlet van, amit én nem értek most. A célja ennek elmagyaráztam, a cél a man emelése, az alulsótól a felsőig, ez pedig a bal és a jobb vonal közötti különbség nyilván így meg, és ilyen módon az alsó, azáltal, hogy a bal és a vonal összekapcsolódik a felülékező fény által, és azáltal az alsó zivugra tud lépni. Oké, de miért az egész parcú fázisza meg a struktúráját, hogy az egyik a másikra épül, nem tudom. Ze szaha kol lo mishane klum khutz mi a itt lényegtelen semmi más nem számít csak is a parcúf minőségei közötti kapcsolat lényeges. A keter hokma az haszadim, azok mindig haszadimban vannak, és hiányzó vaskosság miatt nem kell hokma fény nekik. Tehát a haszadi meg elég adakozni. Tehát gyakorlatilag azt terjed ki bennük, ami a saját vaskosságnak a legmegfelelőbb. A bína és a tum, tehát a tifelet malkut, azokban van hokma, de nem tudnak adakozni haszadim nélkül. Mert nincs kapcsolatuk az alsóval, a haszadim által. Akkor mit tudnak tenni? Tehát van az abaveima, az imának haszadim fénye van. Ő adakoznak az alsó irányába, a gyermek irányába, azonban ők van az apa, akinek megvan a fénye, de nem akarja átadni az anyának másképp a fényt, az alsó felével adakozásra. És ilyen módon sem az apa, sem az anya nem tud adakozni. De amikor az alsó részéről megérkezik a helyes ima, akkor a kettő hirtelen összekapcsolódik. Az apa hirtelen az anyához akar fordulni, az anya meg az apához. Mert különben ők nem értik, és mi az előnye annak, hogy ők összekapcsolódnak. És akkor azáltal, hogy összekapcsolódnak az alsónak a mannyában, a imája által, akkor ennek eredményeképpen az alsónak a haszadim fényébe burkolt hokmát átadják, és az a hokma ragyogása a haszadimon keresztül. A kapcsolat és az abba és az ima között ez hogy nyilván meg? A kapcsolat az apa és az anya között, tehát először ők ellentmondás vannak, ellenállásnak köztük a fény kapcsolja őket. Vagy hogy jutnak ezek egyetértésre? A man kapcsolja összeket, az alsó kérése. Man osze beneem hibur. A man alulról az kapcsolatot készíti az abát az imával. Oké, na de ők el voltak válaszva, akkor hirtelen miért nem lesznek? A man kötelezi őket, az alsók a hiánya kötelezi őket.
Na de ez a szövetsége lépnek? Most hogy működik ez? Az Abba Vimában benne van az apa, benne van az anya. Oké, de akkor a fény, hogyha végre a változást, akkor hogy lehet az, hogy hirtelen... Mindig azt mondjuk, hogy a fény hajta végre a változást, nem az edény. Na de közben itt az edény adátjuk. Nem. Te másról beszélsz, most mondja Rav. Minden változás a mannemelésével jelenik meg. Tehát ilyen módon Adam Harishon el lett törve. És ez mind a mannemelés által jelenik meg. Oké, de hogyha mi mantemelünk a sóvárgást alulról, de mindig azt mondjuk, hogy jön a fény és felem bennünket, ezért vagyok egy kicsit megakadva. Na de a mannon keresztül történik meg, hát a fény önmagában nem jelenik meg fölötted. Nem, vár, magyarabb. Itt valami hiányzik a teljes képből. Tehát van az ásványi, növény és áti szint. És itt fölötte van a felső világ. És itt pedig ez a világ, ugye? Ti. Itt van egy fejlesztő erő bennetek. Ez az egónak az ereje. Ez egy egyszerű egó, ami kiemel benneteket ezekből a szintekből, ez fejleszt benneteket. Tehát az egó fejlesztő ereje, addig, amíg a bajokon keresztül mantemeltek, és akkor felemelkedtek a beszélő szintre. Tehát az ásványiból, amely mozdulatlan, ugye, felemelkedtek a beszélő szintre, mantemeltek, és az ego fejlődés által ezt a szenvedés útjának nevezzük. Ez a szenvedés útja egész eddig. Ez érdekes, hogy most mond Rav, mert ugye azt mondja, hogy a szenvedés útja elkerülhetetlen az ember megjelenéséig. Tehát ez egy motor, egy hajtóerő. Tehát ez működik, de csak azért, hogy titeket kötelezzen a man emelésére. Amikor az emberi szint megjelenik, akkor meg az ima. És akkor jön egy mad felülről a leformáló fény. Az abszág fénye, lényegtől, hogy nevezzük. De a man emelése nélkül nem történhet semmi, tehát vagy a szenvedésből jön alulról, vagy innen felülről megkapjuk a csoporttól ezt az erőt, és a csoportban pedig az irigységet és a leutasítást, de ez mind a man által történik meg, amit ti hoztok létre alulról, és akkor előre haladtok. Nem a szenvedés motorja által, hanem azáltal, hogy Izrael felgyorsítja az időt, vagyis magára vonjátok a reformáló fény a manon keresztül a csoportból. És a még fejlettebb állapotban megjelenek az ima edényei, meg az abba edényei is, hogy ezek összetapadjanak és adjanak egy erőt. A felső az mindig készen áll erre, mondjanak. Így van felül, a felső rendszer így van kiépítve. Mi a te világok rendszerében vagytok, azok pedig el vannak rendezve bizonyos módon.
Mindig van valahova fordulatok, ami már készen áll erre, és várja, várja, mondja Rab. Tehát az a szint várja, hogy, hogy adjon nektek. Oké, mondja a srác. Mi ez akkor ez a mad? A mad? Abban a pillanatban, amikor te kinyitod a szádat, ez olyan, mintha az anya azonnal megetetne téged. Ez a készen álló felső szint. Na? Hogyan lehetséges, hogy a keter és a hokma edényei, amelyek Galgalta csak haszadimot kapnak? Mi az, ami ebben rossz? Na, de hogyan tartják fenn a teremtés célját, hogyha csak haszadim fényük van? De a teremtés céljában benne van a haszadim, hiszen a haszadim az a kollekciónak a fénye. A hokma pedig az a teremtés céljának a fénye. A hokmának a fénye, hogy be tudjon lépni valahova, az korrekció kell. Tehát az összes vágya a teremtőnek korrekcióba kell kerüljön, mert ez csak az én fény által lehetséges, ezért a hokmának rákerült. Ez nem az én fény. Na, de akkor miért mondjuk, hogy csak haszadim van itt? A Gálgátáról beszélek. Azért, mert őknek nem az a sorsuk, hogy megkapják a hokmát. Hát nincs hozzá vaskosságuk. A hokma a vaskosságba lép be. Minél nehezebb, a vaskosabb a vágy. Tehát így tudja megtartani a hokmának a fényét. Tehát a vaskosságra van szükség. Tehát lehet egy bölcselkedő, egy csecsemő? Nem. Egy kis gyermek? Nem. Egy fiatal már kicsit jobban. Nagyobb a vaskossága. Tehát annak érdekében, hogy hokma fényét kapjon, nektek vaskosabb vágyját. Honnan jön ez? Ez az Erampintól jön. A Zair az kicsinek neveztetik, de hogyan lehet, honnan származik mindez? A Bein Alefből, a hokmából, magából, amely a keterből árad ki, mint minta. Ez a hokmának az illuminációja, amelyet az Erampinnak nevezünk. Az Erampin a másolata a hokmának, és csak amikor a malkut valóban meg akarja kapni mindazt, amit a teremtő oda akar adni, akkor fedezi föl, hogy ő valóban a hokma fényét megkaphatja, hiszen az mindenki szól. Az a Dalet Aviut, a négyes vaskosság, a legnagyobb. De hát mi még ezt nem tartjuk föl magunkba, ám. A csoportban, tehát az én felső szintem a csoport, tehát mondhatom azt, hogy az én hiányomat a csoportra kell adni, és őket köteleznem kell a csoportot, hogy kapcsolja össze, így van. Ez a fizikában, a kémiában és mindenben láthatjátok, hogy nem lehetséges semmilyen kapcsolat, csak akkor, amikor a két vonal, két ellenmondó vonal vitába keveredik, és összekapcsolódik. Nincs másfajta kapcsolat, a két dolog között, minőség között, test között, bármikodatok a világban, ha ti megnézitek, én nem tudom, hogy kezdjétek el végig gondolni, mi történik. Tehát nézitek a színek, hogy keverednek, vagy a hangjegyek. Ezek mindenek megfelelően keverednek. Oké, de mi a helyes ima, amely engem a tízes kör felé visz? Ha te helyes módon dolgozol, akkor helyes a manod. Mert mi nem tudjuk pontosan. Ha te lenullázódsz a közösség felé, akkor megtalálod a felső erőt. Ami tulajdonképpen a tied, te vagy. Ezek összekapcsolódott helyesen velük. És akkor a vonalak közötti teret megtalálod. Oké, elmúlt a lecke, akkor folytatjuk a leckét, de mielőtt tovább megyünk, énekeljünk egy dalt együtt. Shelly, it's a lie.
מרגיש לי מוזר הם בונים שם שיטה נהור ועל הביסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה מרגיש כמו תינוק ניותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל מאחורי המסך השקוף מילים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם אתן את הכל כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם את הכל אז הרימו ידיים גבוה לשמיים לחברים שלי לחברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי החברים שלי, אתן להם את הכל.